December 26-a szombat. Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, karácsony másnapja van. Az egyházunk ezen a napon István diakónusról emlékezik meg, az első vértanúról. Úgy fölmerült az emberben a kérdés, hogy most ünnepeltük karácsonyt, születésnapot ünnepeltünk, most pedig már vértanúságot. Tulajdonképpen a kettő szorosan összefügg, hiszen István diakónusnak az égi születésnapját ünnepeljük, hiszen Jézus ezért született meg, hogy legyen égi születésnapunk mindannyiunknak. Tehát amiről a jászolfája és a keresztfája beszél, az ugyanaz. Szeret az Isten. És ez a szeretet járta át István diakónusnak is a lelkét, amikor nem tagadta meg a hitét, hanem tulajdonképpen az Isten dicsőítve halt meg, amikor megkövezték, és ugyanakkor megbocsátott azoknak, akik az ő halálát akarták, illetve a halálát elvégezték, vagy elintézték. És tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy karácsony másnapja a megbocsátásnak is az ünnepe. Nagyon fontos, hogy a szívünkben nekünk is fölszakadjon a megbocsátó szeretet, az a feltétel nélküli, amelyet az Isten felénk is mutat. Tehát tulajdonképpen a mai nap az pontosan erről beszél, hogy Isten megbocsát nekünk, megbocsátja a mi gyöngeségünket, hibáinkat, és ugyanakkor a reményt is volt mindannyiunknak a szívébe, hogy ezzel a fölszabadulással jól tudunk élni, és lesz folytatása a mi életünknek is, ahogyan István diakonus számára is úgymond megnyílt az ég. Hogy számunkra is megnyílik az ég, ehhez kell, hogy legyen bennünk megbocsátó szeretet, tudjunk tovább lépni a sérelmeinken, a megpróbáltatásunkon, a bánatunkon, el tudjuk engedni, és valóban az Isten szeretetére szabaduljon föl az embernek a szíve, lelke. Ez a karácsony másnapja, tehát erről beszél a számunkra, hogy a szeretet fája, a keresztfa is, és a jászolfája is ugyanazt üzeni. Szeret az Isten. Szeressétek ti is egymást, és szeressétek ellenségeiteket is. Hiszen a szeretettel minden gyűlöletet, minden megpróbáltatás és minden fájdalmat le lehet győzni. Győzzünk együtt Krisztussal. Köszönöm a figyelmet!